a Hitélet mai református adásában az elmúlt év fontosabb eseményeit elevenítjük fel. A Rászorulók, Idősek, Gyermekek megsegítésére kezdeményezett gyűjtést az Esély az Életnek jótékonysági alapítvány ökumenikus imahetet tartottak Beregszászon. Tartsanak velünk! Az Esély az Életnek jótékonysági alapítvány kezdeményezésére az idén is gyűjtést szerveztek az elesettek megsegítésére. A befolyt összegből száraz élelmiszerekből álló egységcsomagokat készítettek. Ezeket karácsony előtt eljuttatták a rászorulókhoz. Egyikük a 76 éves Tóth Magda, aki kicsinke nyugdíjából él. Hála legyen a jó Istennek, ez is nagy segítség nekem, mert abból a keserres nyugdíjból nagyon nehezen. 2000, de nekem több, mint a fele megy a patikára. 220, ő tudja, mert ő méri legtöbbet nekem a vérnyomás. Szaladok este is, éjszaka is, és nekem kevés, na mert se nem eszek, csak épp élek. Na de mindennek kell törődni, fával, mindennel, úgyhogy nem vizélhetek, nagyon kevés. Na, 40 évet ledolgoztam, még az a kolhozba, és kevés az a 2000. A támogatásból a hátrányos helyzetű nagycsaládosok is részesültek. Sándorék 5 gyermeket nevelnek. Ők azok, akiknek az idén leégett a házuk. Számukra a KMKS megvásárolt egy ingatlant. Hatalmas közösségi összefogás segítette a család talpraállását. Sokat jelentett nekünk a támogatás, amit most is adnak nekünk, és ezt szavakban nem tudom leírni, azokat a mondatokat, amit a szívem érez, hogy szavakban ezt az érzést nem lehet elmondani. Hogy mennyire hálások tudunk lenni azoknak az embereknek, akik segítenek rá, felnéznek ránk, akik a szívükbe ott a szeretet, és mert ők nekik ezt kell, szükségük van rá. Én mondjuk szegénynek születtem, de én vagyok a leggazdagabb, mert van egy szép 5 gyermekem. Anyukám mellettem, testvéreim mellettem vannak, segítenek, támogatnak, és az emberekre is büszkék vagyok, hogy segítenek. A Sándor család csemetéi édességet és játékokat is kaptak. A segítségnyújtási akcióba ugyanis bekapcsolódott a magyarországi Te is segíthetsz támogató alapítvány. Ők nem csak anyagilag, hanem a gyermekek számára cipős dobozokkal is hozzájárultak a program sikeréhez. Az adományból a Tiszakeresztúri gyermekotthonba is jutott, minden gyermek kapott ajándékot. 183 családnak segítünk rezsi támogatással, fél éven keresztül, tűzifa, egyéb kiegészítéssel, és ez bizony óriási segítség. Körülbelül 12 helységben történik, lelkészek segítettek azokat a családokat kiválasztani, ahol vagy azért, mert több gyermek van, vagy azért, mert egyedül élő idősebb emberek vannak. Igyekeztünk ezt a karácsony előtti időszakban, tehát novembertől fél éven keresztül ezt a segítséget meghozni. Ez volt talán a legnagyobb programunk. Ami most konkrétan bonyolódik, az a karácsony előtti ajándékozások. Azt gondoljuk, hogy valóban jobb adni, jobb segíteni a picit nálunknál elesettebbeknek. És ez a program többféle szempontból, többféle dologból jött össze. Az egyik a cipős doboz, amit Magyarországon nagyon sokan gyűjtöttek. Most, amit cipős dobozt sikerült elhoznom, az a Dunaalmási Református Szeretetotthon gyűjteménye, de a legtöbbet talán a nagykanizsai gyülekezet hozott, és Budapest és környékén lévő kollégák, munkatársak segítségével állt össze körülbelül ilyen közel 500 cipős doboz, amit tényleg igazán igyekszünk a legelesettebbek felé elvinni. Ezekben a cipős dobozokban rengeteg szeretet van. Ennek a lényege az, hogy az a gyermek, akinek van egy kis fölöslege a játékból, ajándékból, az pakolja be, ami a szíve csücske volt, és úgy teszi be, hogy ezzel más gyermeknek is örömet okozzon karácsony előtt. Ez egy különleges dolog, mert amikor pakolják a gyerekek a csomagokat, és másfél héttel ezelőtt hoztam még egy nagy adaggal, azok a gyerekek pakolták, akik csomagolták, és mutatták, hogy nézd meg, én ezt írtam bele, én ezt tettem bele, és az volt a legkedvesebb játékom. És biztos, hogy olyan helyre fog jutni, ahol ezt a gyerekek nagyon várják, és megörvendeztetik az ajándékkal a kintiek. Tehát egy szeretett csomag, egy szeretett doboz, azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ilyen csomagokkal is eljöjjünk. A másik programunk az élelmiszerosztás, a tartós élelmiszerrel látjuk el azokat a családokat, ahol vagy több gyermek van, vagy idős egyedül
egyedülálló emberek élnek. Ugye Kárpátalján ez borzasztó látni, hogy elmennek a fiatalok valahová jobb megélhetés reményében, és nagyon sokan sajnos egyáltalán nem gondolnak a itt maradott idősebb emberekre. Ővelük próbálunk egy picit, őket próbáljuk egy kicsit segíteni úgy, hogy szebbé tegyük a karácsonyt. Nagyon-nagyon sokszor azt látjuk, hogy nem is pontosan arra van szükség, hogy most abból a csomagból elővegye a tartós élelmiszert, hanem arra van szükség, hogy valaki gondol rájuk, beszélget velük. Az elmúlt jó pár évben a Te is segítesz alapítványnál is, és az előző szeretett szolgálatnál is azt láttam, hogy nagyon sokszor, nagyon sok családnál sokkal nagyobb szükség van egy lelki segítségnyújtásra. Az, hogy meghallgassuk, hogy beszélgessünk. És tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos dolognak tartom azt, hogy észrevegyük a nálunknál elesettebbet, és nincs olyan, akinél nincs elesettebb. Nálamnál is van, meg van biztos olyan valaki, aki engem is tudna néha vigasztalni, és hogyha ez egy láncszerűen működik, ezt hirdetem nagyon sok helyen, akkor ettől tényleg szebb lesz a világ, hiszen nincs olyan ember, aki ne tudna a másikon. Vagy egy jó szóval, vagy egy beszélgetéssel, vagy egy kis ajándékkal, vagy rátekintéssel, de mindenki tud ebben működni, és úgy gondolom, hogy ezt már gyerekkorban tanítani kell. Nagyon-nagyon fontos, hogy minél hamarabb megismerjék ezt a gyerekek, a fiatalok, és valóban nagyon sok helyen fogyatékos otthonokban, szeretett otthonokban, iskolákban járva, ezt elmondva a későbbiek során azt tapasztalom, hogy visszajelzéseket kapunk, hogy valóban így van. Nem is olyan régen volt, és ezt példaként szoktam említeni, hogy az Őrbottyáni szeretett otthonból a Vidák Lacika, egy fogyatékos, tolószékes kisfiú hívott fel telefonon, és azt mondta, hogy Sanyi bácsi, képzeld el, ma olyan szép napon van, mert tudtam másokon segíteni. Van ebben minden, hál' Istennek. A segítségnyújtásnak nagyon-nagyon fontos alapelve az, hogy az Úristentől rengeteg mindent kapunk. Hálásaknak kell lennünk azért, mert ez megtörténik, és én úgy gondolom, hogy kötelesek is vagyunk azt, amit kapunk, abból a többlet jussunkat továbbadni. Tehát úgy érzem, és úgy gondolom, és ezt Cseri Kálmántól hallottam többször is, hogy az Úristen nálunk sok mindent letesz, de azt azért teszi le, mert abból a fölösleget kötelesek vagyunk továbbadni, másoknak eljutatni, és ez egy különleges dolog, mert én azt gondolom, hogy mindenkinél tesz le az Úristen egy picit többet, mint amennyire szükségünk van. A Kárpátaljai Református Egyház is a kezdeményezés mellé állt. A szeretett csomagok eljuttatásában az egyház vezetője is segített. A kárpátaljai közösség mondjuk így egy évszázada nagyon egymásra van utalva, egymásra vannak utalva az emberek. És itt megvan az érzékenysége a fiatalabb generációnak, ami az idősekről való gondoskodást is jelenti. És Barta Elemér, az egyik misszionáriusunk kezdeményezte ezt a programot, hogy ne csak azt várjuk, hogy valaki fogja külföldről nekünk segíteni, hanem próbáljuk meg helyben azokat a jószándékú embereket összefogni és egy nemes szél mellé állítani, akik itt is hajlandók, készek adakozni, készek segíteni. Így indult el Tiszaújlakon 2019-ben egy gyűjtési akció, és 2020-ban újra ezt a tervet igyekezett ez a kis munkacsoport megvalósítani, és hál' Istennek elég szép számmal tudtak összegyűjteni helyben adományokat, ezekből élelmiszercsomagokat készítettek, és olyan idős embereket ajándékoznak meg vele, akiknek az élet nem olyan egyszerű, mert a koruk miatt a villanyszámla, a fűtés, minden, van nekik mire költeni, és ez egy kis öröm. Isten bennünket megajándékozott az ő egyszülött fiával, ez a legnagyobb ajándék az egész világ számára, és őt, mint ajándékot, aki szívébe fogadja, az megpróbál másoknak is örömet szerezni egy kis ajándékkal. Hát ez történik most itt. Több településen, 15 településre jut el ebből a kis adományból idős, egyedülálló embereknek, akiknek ez a kis segítség jól jön. Én csak ennyit mondok, jól jön. Ezen túl pedig ez egy lelki ajándék is, mert gondoskodnak, törődnek, valakinek eszébe jutottak. És így az ünnepük egészen más. A jótékonysági akciót Barta Elemér missziós lelkész indított el.
A 2019-es sikeres program után még több felajánlás érkezett. Ez alkalommal 250 élelmiszercsomagot juttattak célba. December elején hirdettük meg ezt az akciót, most pontosan nem tudom a dátumot, december 8-10-e körül, és meghirdettük, feltettük a Facebookra két videóban. Nagyon sok hívő ember hozzájárult, megmozdultak, mert jobb adni, mint kapni. Ez egy csodálatos érzés, amikor az ember másik emberen tud segíteni, és nagyon sok rászoruló van. Jöttek a felajánlások, és még mai napig is hál az Úrnak, és dicsőség az Úrnak, hogy jönnek a felajánlások. Most erre az időre 250 csomagot sikerült összegyűjtenünk. Ezt tudni kell azt, hogy a Te is segíthetsz támogató alapítvány, a Kárpátaljai Református Egyházkerület és az Esély az Életnek Jótékonysági Alapítvány három összefogása, és még most is jönnek a felajánlások, 250 csomag lett. Elég nehézkesen indult, de családommal és a hívő testvérek segítségével elmentünk, bevásároltuk, hazavittük, otthon összeraktuk a csomagokat, és így hordjuk szétfele. 15 községben sikerült eljuttatni ezeket a csomagokat, és én hiszem azt, hogy januárban még legalább ennyire el tudjuk jutatni, mert most a mai állapotra 150-200 csomagot tudunk január közepén készíteni. Mert tudjuk azt, hogy ilyenkor, hogy jön a karácsony, jön a szeretet ünnepe, azért mindenki a kis tartalékát igyekszik megvenni, és januárra meg nagyon nehéz a helyzet, próbálunk így is segíteni nekik. 250 csomag nem kevés. Hogy válasszák ki azokat? Kiken keresztül jutnak el ezek az adományok a különböző településeken? Volt olyan, hogy a lelkészeket kerestem meg, volt, ahol hívő testvéreket kerestem meg, hogy ők látják azt, mert sokszor azban, hogy a lelkész nem is nagyon látja át, hogy ki az, aki rászoruló, meg hogyha egy egyházkerületen, egy református egyházon belül nézzük, akkor neki csak azok vannak a református emberek a látókörébe. És ennek az akciónak az a lényege, hogy itt nem számít az, hogy református, vagy katolikus, vagy ki milyen felekezethez tartozik, itt arról van szó, hogy segítsünk a rászorulónak. És sokszor megkértem hívő testvéreket, akik ismerik a községet, ismerik, hogy ki az a nagy családos, aki rászorul, ki az az idős néni vagy bácsi, aki egyedül van, akinek a nyugdíja talán sokszor még a rezsire sem elég, hogy ki az, akinek szüksége van erre, és összeírták a testvérek, és így igyekszünk eljuttatni azokra a helyekre, ahol tényleg szükség van rájuk. Jöttek az adományok innen Kárpátaljáról és külföldről is esetleg? Meghirdettük itt, mert két filmet csináltam, két kis videót, Kárpátaljáról is nagyon sok adomány érkezett. Volt, aki élelmiszerrel, volt, aki gyümölcsöt tudott felajánlani, és itt szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, aki részt vett, aki adakozott, aki akár az erejével, az idejével rászánta az idejét erre az akcióra. Külföldön is meghirdettük, és őszintén, mikor meghallottam, hogy mennyit adakoznak, a sírás fogott el, mert nekem volt egy álmom. Volt egy álmom, Martin Luther Kingnek volt ez a mondata, hogy van nekem egy álmom. Nekem volt egy álmom, hogy ne csak Tiszaújlak részesüljön ebben az adományban, hanem az egész Kárpátaljára is. És az álom való vált, és nagyon sok embernek tudunk segíteni. Az adományok folyamatosan érkeznek, ezért Barta Elemér egy újabb segélyakciót tervez január közepére. Számításai szerint akár 200 egységcsomag összeállítására is lehetőség nyílik majd. Összegyűltek Jézushoz az apostolok, és elbeszélik neki mindazt, amit cselekedett és amiket tanított. Ökumenikus alkalmakon imádkoztak együtt a beregszászi római katolikus, református és a görögkatolikus egyház magyar, valamint ukrán nyelvű gyülekezetei. Az egyhetes rendezvénysorozat istentisztelettel zárult. A felekezetek vezetői elmondták, az eseményen résztvevő mindhárom vallásban fontos az imádság. Az imádság az mindig az Istenhez kapcsol, az Isten szól hozzánk, mi pedig válaszolunk a saját imádságainkon keresztül, és gyakorlatilag az ökumenikus ima hét, az ökumenikus imádság pedig így a közösségeket is ezzel kapcsolja. Azokat a közösségeket, amelyek valaha szétszakadtak, vagy különbözőféleképpen kezdtek gondolkodni, aztán a sajátjukat tartották igazán fontosnak és fontosabbnak, mint a másik imádsága, másik gondolata, és
gyakorlatilag ilyenkor az ökumenikus imádság alkalmával valahol összekapcsolódunk, újra keressük az utakat, és hát megpróbáljuk egyrészt magunkat mások felé megmutatni, a saját gondolatainkat másoknak elmondani, és másoktól is tanulni, és ebben az imádságban, ebben a közös gondolkodásban valahol az Istenhez is hozzákapcsolódunk. Nyilvánvalóan az ember a lélekkel imádkozik, a lelkével először, a szavaival és a tetteivel is. Mind a három nagyon-nagyon fontos, hogy a gondolataink, a szavaink és a tetteink is hozzákapcsolódjanak az Istenhez, is imádságá váljanak, és ilyen értelemben az egész életünk egy közös imádságá, egy imádságá tud alakulni. Földi mennyből is így szól, Uram, ha kegyelmet találnom színed előtt, megkerülve a szolgálat. Az imádság minden vallásban egyformán fontos, hiszen az imádság az az alapvető kommunikáció az Úristennel, az Istennel való beszélgetés, ami nélkül egyetlen felekezethez tartozó ember sem tudja megélni az ő vallásos életét. Szükség van az imádságra, mint a mindennapi táplálékra, amikor lelkünket az Úristenhez emeljük, és nála időzünk. Az keresztények egységért folytatott imahétre pedig azért van szükség elsősorban, mert az Úr Jézus is ezért imádkozott. Az alapja ennek az ima hétnek mindig az az utolsó vacsorai terem, amikor az Úr Jézus az ő halála előtt talán néhány órával az ő követőinek egységért imádkozott, és amikor azt mondta, hogy Atyám, legyenek egy, amint te én bennem és én te benned, úgy legyenek ők is egy mi bennünk. Az Úr Jézus azért imádkozott ezért, mert tudta azt, hogy ezen az éren fog a leghamarabb sebet kapni az egyház. A megosztottság, a pártoskodás. Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében már azt olvassuk, hogy hogyan lehet közöttetek pártoskodás. Hogyan mondhatja egyikőtök, hogy én Pállal tartok, én Kéfással, én Apollóval, én Krisztussal, hát Pált feszítették keresztre, vagy Péter nevében letetek megkeresztelve. Tehát a széthúzás, ami aztán az egyház szakadásba, az egymástól való elfordulásba, az ellenségeskedésbe torkollott, hál' Istennek a múlt században keresztények érezték annak szükségességét, hogy azért tenni kell, hogy ez itt nincs helyén, és a legalapvetőbb és a legfontosabb az, amit tehetünk, az, hogy az Úr Jézusra együtt imádkozunk ezért az egységért, és rábízunk a Szentlélek Istenre, hogy ő állítsa helyre szíveinkben a elsősorban a szeretetnek az egységét. Szabó Viktor atya, beregszászi görögkatolikus parókus, fontosnak tartotta, hogy az általa vezetett ukrán nyelvű gyülekezet is részt vegyen az alkalmakon. Ezek az összejövetelek erősítik az egység érzését a hívekben, emelte ki. Nem завжди є важливо, щоб ми були разом. Számunkra mindig fontos, hogy együtt legyünk, hogy kimutassuk ezt az egységet. Nem csak ezen a héten, hanem minden nap. Hálás vagyok az Istennek azért, hogy városunkban nagyon jó a felekezetek közötti kapcsolat. Mi gyakran találkozunk, üdvözöljük egymást és közösen kávézunk. Úgy gondolom, hogy ezzel is meg tudjuk mutatni a gyülekezeteink tagjainak, hogy mi egyek vagyunk. Ebből kifolyólag pedig törekszünk, hogy ők is igyekezzenek így élni és egységben lenni egymással. Ezért is imádkozunk, hiszen az Úr azt kérte tőlünk, hogy egyek legyünk. Odne. Az Isten tiszteleten a gyülekezetek vezetői, valamint egy-egy gyermek, fiatal is imádkozott. Abigail köszönetet mondott azért, hogy létrejöhettek az alkalmak. Imájában azt kérte, hogy a gyermekek tanulják meg szeretni egymást. Abigail elmondta, minden nap többször fohászkodik. Reggel is szoktam, meg amikor eszünk azelőtt, meg este is, meg amikor úgy jön, hogy például dolgozat előtt, hogy izgulok, és megkérem az Istent, hogy segítsen. Esténként a mi atyánkat is, az én Istenemet, meg egy sajátot is szoktunk. Reggel meg a én Istenemet. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. És aki gyümölcsötök megmaradjon. Hogy akármit kértek az atyától, az én nevemben megadja nektek. Amen. Tarackközi Ferenc, a beregszászi református egyházközség vezető lelkipásztora kifejtette, a már hagyománnyá vált imahét során meghatározott témákban imádkoztak. A református lelkipásztor továbbá kiemelte, nem ez az egyetlen közös rendezvénye a gyülekezeteknek.
Ez minden esztendőnek egy kiemelt időszaka, minősített időszak, amikor a három felekezet, római katolikus, görög katolikus, református egyház estéről estére közösen van, és közös istentiszteleteket tartunk. Minden évben ez egy felemelő érzés, hogy együtt lehetünk, és együtt kereshetjük Isten akaratát. Mindannyian másak vagyunk, és talán így együtt alkotunk egy olyan egészet, ami önmagáért beszél. Nagyon jó megtapasztalásaink voltak az elmúlt esztendőben is, de ezen a héten is, ugye ebben az esztendőben egy kicsit más, mert a járvány miatt egy kicsit behatárolt volt, mert a szokásaink szerint minden alkalommal más templomban vagyunk, viszont mivel a görög-katolikus templom kisebb, illetve a római is, ezért úgy egyeztünk meg, hogy ebben az esztendőben itt a református templom nagy tekintettel itt tartjuk az alkalmakat, úgyhogy minden este itt voltunk a református templomban. A témát ezt tulajdonképpen nem mi határozzuk meg, hanem ez egy ökumenikus tanácsnak a javaslata. Minden évben valamelyik országból, valamelyik közösség készíti el ennek a hétnek a témáját, ahogy ebben az esztendőben is megtörtént, és javasolták ezt a témasorozatot. János evangélium a 15. részében Jézus búcsú beszédeiből emeltek ki néhány igeverset, és ennek a vezetésével csendesedtünk el és kerestük Isten akaratát, ami tulajdonképpen a Krisztushoz tartozás, a benne azok a különbözőségeknek a feloldása, ami ott van a mindennapjainkban ember és ember között, felekezet és felekezet között. Például így a mai este pedig már mint egy összefoglalója az egésznek, ahogy Jézus arra biztat bennünket, hogy mivel ő választott ki, ő küld el bennünket, hogy teremjünk gyümölcsöket, és gyümölcsöket teremve merjünk bármit kérni az Istentől, mert az Isten kész adni. Egy évben, egy héten keresztül együtt vagyunk. Természetesen így a hétköznapokban ismerve most már egy-egy arcot, addig nem ismerve, tehát most már tudunk egymásnak bólintani, kezet fogni, esetleg beszélgetni. De sajnos ez a koronavírus járvány eléggé beszűkítette a lehetőségeinket. A korábbi esztendőkben nem csak egy hetes alkalmunk volt, hanem az év közepén, illetve év különböző időszakában volt szeretett híd megrendezése, amikor a három felekezet város különböző részein takarított, közösen bográcsot főzött, és akkor közösen együtt lehettünk, vagy a temetőnek a kitakarítása, elődeink sírjainak kitakarítása. Tehát ezek mind ilyen közös feladataink voltak, illetve több más olyan alkalom van, amikor úgy igyekeztünk azért például a horgászversenyre szintén közösen tudtunk menni még a múlt esztendőben. Úgyhogy hát reméljük a jövő esztendőben, vagy ebben az esztendőben már nyílnak azért lehetőségek, hogy ismét közösségben legyünk. Az Isten tiszteletet a Beregszászi Református Gyülekezet és az ukrán nyelvű görög-katolikus egyházközség kórusainak előadása tette még meghittebbé.